A vadregényes nagymorotvaként ismert Tiszaholtágon fut az a vízi tanösvény, amely tovább növelheti majd Rakamaz és térségének turisztikai vonzerejét. Hangzott el évekkel ezelőtt, amikor még csak tervezték a helyi beruházást. Az uniós fejlesztés több eleme már 2012-re elkészült, ám most gondot okozhat a településnek a projekt, véli a polgármester. Az önkormányzat a kedvezményezett, tehát ez is egy uniós projekt. Nincsen befejezve használatbevételi engedéllyel, nem rendelkezik, erre kell fókuszálni, erre kell most per pillanat az erőt összpontosítani, mert ez az önkormányzatnak a működését veszélyezteti a meg nem valósítás. A polgármester hozzátette, mivel hamarosan teljesen lezárul a 2013-ig tartó uniós fejlesztési ciklus, jelenleg a be nem fejezett beruházásokra koncentrálnak, valamint arra, hogy a belvárosi tereket rendezzék. A közfoglalkoztatottak többek között a körforgalomnál és a hivatal épület előtt is végeznek munkálatokat. Két házfát kitermeltük, ezáltal balesetmentesíteni kívánjuk, vagy kívántuk a kerékpárutat, mivel ezeknek a fáknak a gyökerei felnyomták a kerékpárutat, és baleset veszélyessé tették. A kerítést, a városház előtti kerítést eltávolítottuk, lebontottuk, ezáltal a város lakók, illetve az ügyfelek felé egy nyitottságot próbálunk sugározni, de ezzel még nem álltunk meg, hanem a városház előtti területet le fogjuk burkolni, pihenőpadokat helyezünk el, ezáltal otthonosabbá, nyitottabbá tesszük az önkormányzatot, kapcsolódva a kormányzati programhoz. A település Kossuth-szobránál található parknál pedig egyelőre terepfeltöltést, talajrendezést végeznek.